November 19-én a Szadai Faluház adott otthont a Székely Bertalan Egységes Óvoda és Bölcsöde hagyományos őszi jótékonysági bájának. Gyerekünk van az óvodában, és a feltételeket minden évben szeretnénk javítani. A tavalyi bál bevételéből elkészült lent a napvitorla a homokozók fölé. Azon kívül olyan hintákat készítettünk a piciknek, ami fészek alapú. Fészek hintákat készítettünk lent nekik, és idén is vannak terveink. Idén szeretnénk egy keszpályát itt fönt a fönti óvodába, a fönti gyerekeink számára. Ezen kívül a hintás udvarunkat szeretnénk még fejleszteni, még több hintát szeretnénk a gyerekeknek ide telepíteni, meg még kaptam egy kertvéget, amiről az iskola lemondott itt fönt a régi játszótér mellett, kaptam egy udvart, amiből majd játszóteret kell készítenünk, és hát ez a végleges cél majd, hogy ez is elkészüljön, tehát nagyon sok pénz kell. És ez csak úgy valósulhat meg, hogyha ilyen jótékonysági rendezvényeket rendezünk, ahol bevételt tudunk szerezni az óvoda számára. Úgy kezdjük, hogy egy hónappal a bál előtt összehívjuk az SMK-sokat, és azokkal megbeszéljük a teendőket. Ők nagyon sok feladatot elvégeznek. A szülők segítenek a tombola gyűjtésbe, ezen kívül pártolójegyeket árulnak, süteményt sütnek, az óvoda kollektívája pedig készül, az óvónéni tánccal, a dolgozókkal bepakoljuk a termet, és mindenféle feladatot, ami egy bálhoz szükséges, hogy jól sikerüljön, azt az egész kollektíva részt vesz benne és szervezi. Én fogom össze az egészet, de minden kolléganő a tudásához mérten segíti, hogy minél sikeresebb legyen ez a rendezvény. A vacsorát követően a bál ünnepélyes megnyitására került sor. Az est háziasszonyát, Csősz Ildikót követően Szada nagyközség polgármestere Oroszi Sándor köszöntötte a bálozókat. Nagyon örülök annak, hogy újra itt lehetünk. Ez azt jelenti, hogy a magyar gyerekek sokasodnak, és a magyar gyerekeket pártoló szülők és nagyszülők, ismerősök, barátok, azok mind itt vannak. Mert milyen célja és értelme lehet az életünknek, mint az, hogy az óvoda megteljen, a bölcsöde megteljen, az iskola megteljen, és a gyerekeink növekedjenek. Én nagyon nagy tisztelettel köszöntök mindenkit, és köszönöm, hogy itt vannak, és köszönöm, hogy itt lehetek. Kérem, hogy a jövőben is ezzel az összefogással találkozzunk Szada nagyközségbe. Ez egy nagyon pozitív összefogás, és egy nagyon jó célt szolgál. Azt kívánom mindenkinek, érezze jól magát, és mindenki kisgyereke találja meg itt ebbe a nagyközségbe azt a lehetőséget, amit egy gyereknek meg kell, hogy adjunk. Köszönöm, és jó mulatást! Az óvoda dolgozói emléklappal köszönték meg a támogatást mindazoknak, akik az elmúlt évben jelentős összeggel vagy rendszeres társadalmi munkával segítették az intézmény működését. 4 éves munkájáért Lőrinci Orsolya, a szülői közösség leköszönő elnöke kapott elismerést. Az óvoda vezetőségének és a szülői munkaközösségnek mindig is voltak megvalósítandó feladataim. Nagyon szerettem részt venni a gyermekeimmel a társadalmi munkákban, amikor megszépítettük a óvodának az udvarát, ezek kellemes emlékekkel töltenek el. A óvodabálnak a megszervezése is egy nagyon nagy feladat, de ugyanakkor szép jó élményekkel zárult, és azt gondolom, hogy a közösségeket ezzel még közelebb hoztuk egymáshoz, és barátságok alakultak ki. Véglegesen elbúcsúzik az óvodától? A középső kisfiam most utolsó éves az óvodában, de nem búcsúzom el, mert 3 év múlva a legkisebb gyermekem is újra óvodás lesz, és szeretnék újra a szülői munkaközösség tagja lenni, és részt venni az óvodának az életében.
A jótékonysági bár résztvevőinek az intézmény óvónői idén is meglepetéstánccal kedveskedtek. A korábbi évekhez hasonlóan a bál idén is teltházas volt, ugyanis a belépőjegyek megvásárlásával közel 150-en támogatták a kezdeményezést. Emellett számos vállalkozás és magánszemély is csatlakozott az adományozók köréhez. Nagyon sok céget fel kellett keresni, hogy ezt a nagy létszámú támogatói állományt megtaláljuk. Tehát én és a férjem azt hiszem talán 43 céget sikerült behoznunk. Főként Szada és Veresegyház. Azért nehéz Szadát, mert igazából itt nem olyan nagy a vállalkozói réteg, de többségében inkább Veresegyes, Gödöllő azok, akiktől sikerült támogatást szerezni. Legtöbb cég tombolai felajánlással segíti a bárt, nagyon-nagyon kevés az, aki tényleg készpénzt vagy átutalással hozzá tudott járulni a bárhoz. Egy nagy támogatónk van, ez a GSK Gödöllő, aki nagy mértékben támogatja az óvodát, hogy ha lehet ezt mondani, hogy talán úgy néz ki, hogy ez olyan kb. 500.000 forintnyi bevétel lesz az óvodának. Nem csak a bálból jön bevételünk, a polgármester hivatal is szokott minket támogatni. Ők is felszoktak ajánlani az alapítványunkba egy bizonyos összeget minden évben. Ezen kívül az adó 1%-ából is kapunk. Most 600.000 forintot kaptunk ebbe az évbe. Az, hogy van egy teljesen új óvodánk, ez nem jelenti azt, hogy ezt nem lehet tovább fejleszteni, mert ennek van kültéri egysége, ennek van bővítési lehetősége. Ha ezt vesszük figyelembe, akkor van hova tenni a pénzt, van mire szervezni, van elképzelés, amit meg kell valósítani. De ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy itt van a régi óvodarész, és a régi óvodarészhez tartozó területi egység, amely további lehetőségeket biztosít a gyerekek játszótereinek, óvodáskorú sport, óvodáskorú mozgás megvalósítására. Ez most például egy új terület részt igényelt az óvoda, amelyet úgy néz ki, hogy meg is kap, és ennek például a fejlesztésére lehet fordítani egy jelentős összeget. Ez, ami itt bevételként szolgál, ehhez is hozzájárulhat. A tombola sorsolás természetesen idén sem maradhatott ki a Szadai Jótékonysági Óvodabál programjából. A számtalan támogató által biztosított nyeremény mellett a fődíjat hagyományosan a képviselőtestület tagjai ajánlották fel. Több éves hagyománynak megfelelően életelleme az, hogy a gyerekeket, óvodáskorú gyerekeket, iskoláskorú gyerekeket támogassa, és minden esetben a óvodabálnál is, és az iskolabálnál is, de most beszéljünk az óvodabálról. Hát mindig, hogy úgy mondjam, személy szerint felajánlják azt, hogy egy bizonyos összeggel támogatnak egy fődíjat, ami általában egy 3 vagy 4 napos wellness üdülési lehetőség annak, aki megnyeri a tombolát. A hajnali órákig tartó bálban a jó hangulatról a Family Duo gondoskodott, akik változatos repertoárukkal, hazai és nemzetközi slágerekkel szórakoztatták a jótékonysági est közönségét. Tudtuk, hogy szeressük, fogtuk egymást. Ha még dőgött a szerelmény, nem látszunk más. De sem bírtad már a kalitkát, miért maradnál? Hiszen minden színnek szárnya van, most néha elszáll. A vonat nem vár, a sorokból áll.
a szerelem a beindul. Nincs megállás, nincs megállás, ahol nem vár, elindult már, és a szerelem vonatból nincs kiszállás. A jótékonysági est idén is sikerrel zárult. A bál belépődíjaiból, a támogatói jegyek értékesítéséből és egyéni adományokból összesen 1,5 millió forint gyűlt össze, mely összeget az óvoda alapítványa egy Kressz park megépítésére, a Hintás játszótér eszközparkjának bővítésére és egy új játszótér kialakítására kívánja fordítani. És a szerelem